Sokan ellátogattak a második Aparhanti Palacsinta Fesztivál szombati programjaira. A rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a hozzá leginkább illő elfoglaltságot. A település polgármestere elmondta, hogy a pénteki napon közel 1000 palacsintát készítettek. A tavalyi év alapján már rengeteg tapasztalatunk van, hogy hogyan készüljünk erre a rendezvényre. Ismét színes programokkal készültünk, gyerekprogramokkal, kulturális műsorokkal, illetve rengeteg palacsintával. Már a tegnapi napon elkezdtük sütni, mert tavalyi tapasztalatok alapján rengeteg igény volt rá. A tegnapi napon már 1500 palacsintát megsütöttünk, ma pedig folyamatosan süti a háttérben a csapat, illetve itt hátul az önkormányzati standnál is. A palacsinta kedvelői több ízből is válogathattak, volt kakaós, lekváros, nutellás, valamint megszavazták az idei új különlegességet is, ami nem volt más, mint a túrórudi. A gyerekek számára színes programokkal készültek. A reggeli órákban már a csurgózenekar lépett fel, illetve arcfestő, hajfonás, illetve a legkisebbeknek körhinta is jár a kedvükbe, úgyhogy igen, a gyerekeknek is készültünk. A gyerekprogramok között szerepelt a csurgózenekar, a délután pedig a Székelykör, a Glückauf Nagymányoki Német Egyesület volt, az este sztárvendége pedig Szandi lesz. Az Aparhanti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai bográcsban főzték a vegyespörköltet, valamint a sütőversenyre rengeteg palacsintát készítettek. 2 kiló liszt, meg a hozzávalók, egyszerűen számra nem tudom mondani, de 100 darab biztos elkészült. Meg még otthoni sütések is voltak, amik napközben fölkerültek. Az Egyesület bízik abban, hogy mindenki jó emlékekkel tért haza. Az időjárás jó legyen, és hogy a társaság jól érezze magát. Az eredmények a főzőversenyen valamit azért, hát egy első, második helyezést lehetünk hozni. A palacsinta készítő versenyt az Aparhanti tűzoltók nyerték meg. A fesztivált az igényes szervezés és finom ételek jellemezték, a hangulatról a meghívott előadók koncertjei gondoskodtak.